Kenéz István vagyok, és a Balaton Felvidéki Nemzeti Parknak vagyok a munkatársa. Nemzeti Park Igazgatóságnak pontosan. Természetvédelmi őr, és hát gyakorlatilag az ilyen védett madárkáknak, meg állatoknak a védelmével, illetve hát alkalmankéti megsegítésével foglalkozunk. Hát én most éppen egy ilyen segítségre szoruló kis madár. Egy kis molnár fecske, amelyik valószínűleg a nagyon rossz idő ben repült ki a fészekből, talán nem is önszántából, hanem azért, mert egy kicsit éhezett, és az éhezés miatt most már azért próbálkozik majd repülni, meglátjuk, hogy hát ha elhusson. Hát ez lenne a legszebb élmény, hogyha itt szájra kapna. Hát ezeket a madárkákat a Nemzeti Park munkatársai, Nemzeti Parkok munkatársai gyakorlatilag igyekeznek megsegíteni. Sajnos ezekből a fecskékből egyre kevesebb van. Túlságosan sokat permetezünk, túlságosan kevés táplálékállatuk van, és hát ennek következtében az ilyen kis fiatal példányok, mint amilyen ő is, rossz időszakban kirepülve bizony éheznek. Hát ő még nincs nagyon rossz állapotban, ezt a mellizomzatának a megtapintásából lehet megállapítani, meg hát azért most már látszik, hogy itt a napon élénkül is, úgyhogy egy kis hőt is gyűjtött, úgy látszik. Hát reméljük, hogy életben marad. Őt most majd a Fenékpusztai Madármentő Állomásra viszem, ha együttműködik és nem akar elrepülni. Ha ellenben elrepül, akkor viszont nem fogjuk tudni megfogni, mert villámgyors lesz, mint a fecske. Interneten az országban mindenütt megtalálhatók a nemzeti parkoknak a területileg illetékes szervei. Hát itt a Balaton környékén, egészen konkrétan a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóságot kell keresni. Megpróbálkozott, látjuk mit tud. Nem félnek tőle, és van kéznél egy kis doboz, akkor szépen be lehet tenni, mert azért annyira nem repülnek még jól ezek a fiatalok, és nincsenek úgy felerősödve, hogy mint az ábra is mutatta, hogy el tudjanak repülni. Úgyhogy ennek következtében inkább a dobozba zárás átmenetileg az még egy jó. Egy-két napon belül valószínűleg el lehet engedni majd, úgyhogy nem lesz vele gond. Hát ugyanezt érdemes megcsinálni, amit önök tettek, hogy megfogják, megvédik és megkeresik azt, aki tud rajta igazán segíteni.